is hálát adott az elmúlt 90 esztendőért a Bárány utcai evangélikus templom gyülekezete. A történelem során sok mindent megélt, közösséget köszöntötték a jeles napon. Minden közösség, amelyik abból a célból jön létre, hogy a lelkeket is erősítse, a szíveket is erősítse, és amely közösségek a szeretet nyelvén fogalmazzák meg azt, hogy az embernek milyen életet kell választania, és abban ez a közösség milyen módon tud segíteni. Minden ilyen közösségre egy városnak, egy településnek óriási szüksége van. Úgyhogy ezen a 90. születésnapon a Tata Evangélikus Egyházközségnek nagy-nagy hálával tartozik az egész város. Megköszönve mindazt a jót, mindazt a életmentést, mindazt a lélekmentést, mindazt a szíverősítést, amit ez alatt a 9 évtized alatt ez az egyház közösség itt Tatán végzett, a lelkipásztoraival, a presbitereivel. Mindegyikőjüknek nem kívánhatunk mást, mint hogy ők úgyis az örök életben gondolkodva, az örök életre tervezték ezt az egyházközséget, hogy így is legyen. Gyönyörű szép kor ez a 90 év. Én nem jó tanácsokkal gondolnám ellátni a gyülekezetet, én mindenhova tanulni jövök egy kicsit. Az a helyzet, hogy a tatai gyülekezet a maga kicsinységében és a történelmi egyházakhoz képest 90 esztendejével óriási értékeket hordoz magában. És azt gondolom, hogy olyan követendő mintát nyújt az egész kereszténység számára, és most nem túlzok, és nem a hallgatóság megnyerése érdekében mondok ilyen nagy szavakat, de valóban a történelmi egyházak a maguk történelmiségébe olykor sokszor bele is kényelmesedtek. Na most, amikor egy kicsi közösség, ahol kevesen vannak, olyan életet tud produkálni, olyan kulturális és olyan tudományos, olyan teológiai életet tud produkálni, amely igazi alternatívát jelenthet szerintem a hitükben sokszor megfáradt, elkényelmesedett történelmi egyházaknak, és nem túlzás az egész európai kereszténységnek, és én tehát nem tanácsolni jöttem, hanem tanulni jöttem Tatára, és nagyon boldog vagyok, hogy itt szolgálhatok Isten igéjével, és beszélgethetünk, a testvéri beszélgetések nagyon fontos részét képezik a keresztény életnek. Erről is egy kicsit leszoktunk, mintha már leszoktunk volna, és én nagyon várom az Isten tiszteletet, illetve nagyon várom az Isten tisztelet utáni beszélgetéseket, hogy egymástól tanuljunk, és egymás hite által erősödjünk.